Megyei közgyűlés tartott a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Borsodabói-Zemplén megyei szervezete Miskolcon március 14-én. Az összejövetelen Demeter Ervin osztotta meg a megjelentekkel a megyei kormányhivatal fő államigazgatási feladatait, a hivatal felépítését, valamint munkájának eredményeit. A kormány megbízott beszédében kiemelte, hogy 16 járásban és Miskolcon is kormányablakokat alakítottak ki a hatékony ügyintézés érdekében. A cél az, hogy a Mindszent téren egy új kormányzati negyedet alakítsanak ki, mégpedig az ITC székházban azért, hogy egy 21. századi funkciót adjanak az épületnek. Az eseményen Kriza Ákos, Miskolc megyei jogú város polgármestere a város gazdasági helyzetéről tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit. A város vezetője szerint a megyeszékhely fejlődésnek indult a Smart City kezdeményezésnek köszönhetően. A település első embere elmondta, hogy a tervek szerint tovább folytatódnak a gazdaságfejlesztést támogató beruházások Miskolcon, viszont az idei cél a szakképzett munkaerő utánpótlása. A közgyűlésen Ádám Imre, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Borsodabói-Zemplén megyei szervezetének elnöke arról beszélt, hogy milyen eredményeket értek el az elmúlt évben és mik a jövőbeni céljaik. Mi markánsan kiállunk a vállalkozók mellé. Úgy gondoljuk, hogy akkor lehet sikeres egy ország, egy megye, egy város, ha a vállalkozók is sikeresek. Ennek érdekében a kormánnyal való tárgyalás során országosan legalábbis odafigyelünk arra, hogy a vállalkozók érdekei mindig felszínre kerüljenek, és a kormány olyan döntéseket hozzon, és általában ez sikerül is, kompromisszumos megoldásokkal, hogy a vállalkozóknak ez jelentősen segítséget jelentsen a jogszabályok megszületésénél. Rövid távon és hosszú távon is szeretnénk folytatni a markáns érdekképviseletet. A vállalkozóknak szükségük van arra, hogy képviselve legyenek a jogszabályalkotásoknál. A vállalkozók véleményét összegyűjtve visszük be a jogszabályalkotókhoz a vállalkozók elképzeléseit, véleményeit különböző területekről. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy jól tudjanak működni, illetve kiállunk azért, hogy biztos környezetben megbízhatóan, előreláthatóan tudjanak jól működni. A megyei közgyűlésen elhangzott, hogy a kis és közepes vállalkozások versenyképességének javításáért a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete folyamatosan együttműködik a Borsodabói-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint az egyetemmel. A szövetség célja ugyanis az, hogy a helyi vállalkozások megerősödjenek, és a 2020-ig tartó uniós pályázati ciklus után is talpon maradjanak.